Szóval nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bölcsőde alapkőletétel ünnepségünkön. Kiemelt tisztelettel köszöntöm dr. Hölcsi Kreád urat, Borsod-Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselőjét. Kiemelt tisztelettel köszöntöm Kristóf István lelkész urat. Köszöntöm a ZKRT képviselőtében Braun Krisztián urat, a kivitelező részéről. A tervező részéről Gál Károly, a Virtuál Építési Stúdió képviseletében tisztelt megjelent vendégeket, és természetesen Stumpf Attila urat, a Cigándi járáshivatal hivatalvezetőjét. Köszöntöm a megjelent képviselőket, dolgozókat, munkatársakat és mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat. Azzal szeretném kezdeni a ünnepi köszöntőmet, hogy felidézek egy 2012-ben megjelent cikket az Észak-Magyarország napilapból, ami a mellettem látható bölcsőde átadása után készült. Így kezdődik a cikk, Cigánd tovább kapaszkodik. A Bodrog az első városában Cigándon tudatosan építkeznek, írja az Észak-Magyarország. A legfontosabb feladatuknak azt tartjuk, hogy az első lépésben megakadályozzuk az elvándorlást, és azt követően pedig megpróbáljuk rávenni arra az embereket, hogy költözzenek Cigándra, költözzenek erre a környékre. Erre csak akkor van lehetőségünk, ha élhető településű tesszük Cigándot, ahol jövőképe van az embereknek. Hát jelentem, az elvándorlás hála Istennek megállt. Sokat dolgoztunk az elmúlt években, mind a fejlesztési, mind pedig a szociális területeken, és hála Istennek sokan költöztek Cigándra is. De a cikk így folytatódik tovább. Ebbe a koncepcióba illeszthető bele a Bodrog közkincsei bölcsőre. Nem véletlen az elnevezés, hiszen ezzel is azt akarjuk jelezni, hogy az intézmény nem csupán a helyi gyermekeket fogadja, hanem a környékbeli településekről is érkezőket szívesen látja. Itt nagyon jó példa erre, hogy a Orsolya polgármester asszony, aki hozzánk hozza a pici gyermekét. A beruházás akkor 85 millió forintba került, ennek a túlnyomó részét, azaz több mint 80 millió forintot Európai Uniós pályázaton nyertük, a bölcsőde pedig 20 fő befogadására lett alkalmas, most már 24-en vannak. Szakembereket tettük fel, dolgozókat, és csodásan működik. Ezért jelentem ezt a feladatot is, az akkori vállalt kijelentésüket is sikeresen teljesítettük. A bölcsőde hála Istennek nem csak bevált, de kinőtte magát, és szükségessé válik a továbbfejlesztése helybővítés céljából. A kezdeti nehéz beszoktatás után már sorban állás van, hála Istennek, a bölcsödei helyekért, és itt el szoktam mindig mondani, hogy milyen nehezen indult a bölcsödébe szoktatás, hiszen annak idején Téglás István nénivel, illetve az előző vezetéssel tudom, hogy járták a házakat, és próbáltak rábeszélni az embereket, hogy hozzák bölcsödébe a gyermekeket, hiszen teljesen szokatlan volt ezen a környéken. Mint tudjuk, itt Cigándon, illetve a faluhelyeken, úgymond a vidéken, inkább a nagymamák vigyáznak a gyermekekre, szokatlan volt nekik ez a helyzet, hála Istennek most már ezért ez átalakult. Most már a szülők nyugodtan dolgozhatnak, munkát vállalhatnak a kicsi gyermekek mellett, hozzájárulva ezzel a családi kasszának a gyarapításához. Hála Istennek a bővítése most képviselő támogatásának és a toppos pályázati forrásnak köszönhetően lehetőségünk nyílik. Megköszönve Magyarország kormányának és az Európai Uniónak, 120 millió forintból bővült a bölcsödénk, új csoportszabával és a szükséges eszközökkel fog bővülni. A bölcsödében dolgozó szakemberek munkáját, hozzáállását is dicséri az a tény, hogy rengetegen hozzák, illetve hoznánk már hozzá a gyerekeket. A szülők bizalmát, és ami talán a legfontosabb, sikerült elnyerni az intézménynek. Ezért hálásan szeretnék köszönetet mondani minden itt dolgozó kollégának, óvónőnek, bölcsődővezető asszonynak, hiszen kiváló és példa nélküli munkát folytatnak. Egy olyan munkával kezdtek bele annak idején, amivel valljuk be, hogy Cigándon szinte senkinek nem volt tapasztalata, legalábbis valami kevés tapasztalata volt. Ezt a feladatot sikeresen vették, én köszönöm nekik ezt a fantasztikus munkát, le a kalappal. Köszönet azoknak a szülőknek is, akik mernek gyereket vállalni, akik nem rettennek meg a mai kor mondva csinált nehézségeitől, amit szoktunk mondani, hiszen a gyermektől nincs fontosabb. És egy régi kollégájuk, Németh Barna Másné Ica néni, biztosan tudják, a gyermekkori szomszédom a Vasút utcán, azt mondta egyszer, Isten nyugosztalja, ő már sajnos nem lehet közöttünk. Az ő szavai csengettek a fülemben, amikor írtam ezt a beszédet, és azt mondta, hogy ha egy új gyerek beszélget érkezéséről volt szó, hogy milyen nehéz egy gyereket felnevelni, egyel több gyereket, azt mondta egyszer, hogy nem kell megijedni,
a második, a harmadik gyermek érkezésekor, hiszen az majd felnő az első kettőnek a ruhájába. Észre se veszitek, hogy ott van köztetek. Hát drága Ica néni, innen szeretném üzenni, hogy én megfogadtam a tanácsot, a ruhákat eltettük, és hál' Istennek szükség is lesz rá. Tegyék el önök is ruhákat, szülessék még több, egészséges és gyönyörű gyermekcigánból. Köszönöm, megfogadtak. Először is szeretnék gratulálni, mint édesapának. Az utóbbi mondatok megmelengedték a szívemet, mert ha van értelme és értéke annak, hogy egy városban, egy potrok közön bölcsödét építsünk, annak itt a példája. A magyar családok kezében van. És mindenkit arra buzdítok, hogy amíg fiatal, addig alapítson családot, addig legyenek gyermekei, amíg az Úristen megáldja őket. Bizony sokan vannak Magyarországon, akiknek nem lehet gyermek. Becsüljék meg. És ott van áldás, ahol van gyerek zsivar. És én ezért örülök ennek az alapkőletételnek, és gratulálok polgármester úrnak, mert ezzel egy olyan lépcsőfokot ágtunk át, előrelépett ez a település, most már jelentem, nem kapaszkodni kell, már ott vagyunk a talapzaton, amiről nagyobbat lehet ugrani, többet lehet csinálni ezért a városért. És én azt kérem, hogy akik itt vannak gyerekek, minél többen legyenek, sok erőt kívánok a pedagógusoknak, a dadáknak, tudom, mert hogy mit jelent ez, nekem is van olyan két unokám, aki kisebb korú, sőt a legkisebb, aki Patakon miatt, hogy már elnézést kérek, beszoktatás, hogy ott maradjon. És az a munka, a jövő generációjáért végzett munka az, ami a pedagógusok kezében van. Gratulálok nekik is, Isten éltesse Cigándot, hajrá polgármester úr, hajrá Cigánt, köszönöm, hogy meghallgattak. Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit. Egy igével szeretném köszönteni a jelenlévőket Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelének. Harmadik fejezetéből olvasok egy igeverset. Mert más fundamentumot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Most pedig következzen az áldás. Legyen ez a bölcsőde meleg fészek ki a bodrok köz kincsei számára, a legkisebbek számára, akik valóban otthonra és szeretetre találnak ezen a helyen továbbra is, az épülő falak között. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Nagyon szépen köszönjük, most pedig az alapkő letétel következik. Erre felkérem Dr. Hölcsügyiát képviselő urat, Kristóf István tiszteletes urat, Szűcs Erika, illetve Fegyverlémi Németh Ilonka intézményvezető vezetőasszonyt, jöjjenek ide, és tegyük le együtt az alapjövét ennek a bőt. Time after time I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few. Ismét a jövőnek indul egy beruházás itt a Bodrogköz központjában, Cigánd városában. Mit jelent ez igazából ennek a térségnek? Miért is szükség, hogy ez a lehetőség megadatik számukra? Ebből látszik igazán, ami ma történt Cigándon, hogy egy bölcsődének az alapkövét tettük le, hogy fordulat következett be a magyar népesség gyarapodása tekintetében.
a polgári kormánynak az az áldozatos munkája meghozta az eredményét már most. Egy olyan irányba indult el a családfejlesztési politika, aminek az eredménye itt kézzel fogható, hiszen nem csak önmagában véve, mert a önkormányzat úgy gondolta, hogy valamit építeni kell, egy bölcsödét, hanem erre volt komoly igény. És ez a lényeg, hogy egy önkormányzat a jövőt úgy tervezze meg, hogy amire a polgárok igényt tartanak, amire a legnagyobb szükség van. Hál' Istennek Cigándon majdnem 2 milliárd forint értékben valósultak és valósulnak meg különböző uniós és hazai források, de ezek sorában kiemelkedő, ez a apró, de fontos, ugyan 170 millió forint eltörpül a többi nagy beruházás mögött, mégis hatását tekintve talán ez a legfontosabb, mert aki bölcsödét épít, a jövőjét építi ennek a városnak. És a legnagyobb öröm számomra az, hogy van igény, volt igény, és már ugye sorbanállás van az itteni bölcsödé elhelyezés tekintetében, és ez az valós igény, ami nem a számok bűvészete egy-egy önkormányzatnál, hanem egy valós igényt elégít ki. Ezért gratulálok Kolár Krisztián polgármester úrnak és a testületnek, hogy ezt az igényt ő időben felmérte, időben pályázott, és valóban telt ház lesz, úgymond, amikor majd átadjuk ennek a bölcsödének az épületét, és ez azt jelenti, hogy Magyarország gyarapszik, és valóban ez az a nagy nemzetpolitikai gondolat, aminek a megvalósításában itt ma részesei lehetünk. Itt a Bodrog közön, Cigándon mindenki láthatja ennek az eredményét. És ez eredményezte talán azt, hogy Bodrog közön, Cigándon megállt a népesség elvándorlás. Ezt sajnos a második háború után tapasztaljuk, ezt az elvándorlást, különösen a 80-as évektől, és immáron egyébként ebben a elmúlt 3 hétben egy másik intézményt nem alapkövet tettünk le, hanem adtunk át Révleányváron egy óvodát és bölcsödét. Ott is az igény szerint, nem is gondolná senki, hogy itt még távolabb a belső Bodrog közben, hogy mennyire volna igény, hogy volt igény, és hál' Istennek ott is a testület megpályázta ezt a lehetőséget, és tehát ezt mutatja, hogy Bodrog közön valami megmozdult, és vagy például ezt látjuk majd Vajdácskán is, ahol szintén a bölcsöde és az óvoda bővítésének lehetünk tanulni, tehát így összességében jó irányba halad Bodrog köz jövője, csak ezért még, hogy még biztosabb legyen, sokat kell dolgozni. Ha jól emlékszem, 7 év után egy újabbat tudtok lépni, hiszen akkor elkészült, amit most látunk. Milyen tapasztalatai voltak, ami alapján szükségesnek láttátok kiegészíteni, kibővíteni ezt az intézményt? Igen, hál' Istennek elmondhatjuk, hogy van kinek, mint ahogy az előbb is utaltam le építeni. Itt a kereslet és a kínálata, hogy össze akarjuk hasonlítani, akkor mondhatjuk azt, hogy kinőtte magát az intézmény, abszolút fantasztikus munkát végeztek az itt dolgozók, nagyon-nagyon jól érzik magukat a gyerekek, és nagyon szívesen hozzák a Cigándra a gyerekeket bölcsődébe, hiszen, mint ahogy elmondta, ez nem csak a cigándiakról, hanem a Bodrog közről szól, a neve is a Bodrog köz kincsei bölcsőde. Most 24-en vannak a bölcsődébe, nincs több helyünk, 8-an vannak várólistán, ezért már most is késő lenne, hogyha elkészülne. 2012-ben léptünk egyet a bölcsőde felállításával, kőkemény munkával. Az elején nagyon nehézkes volt, mint ahogy elmondottam, mert a szülőket, a nagyszülőket nagyon nehéz volt rábírni arra, hogy igenis hozzák ide a gyerekeket, jó helyen lesznek, vigyázunk rájuk, fejlesztjük őket, megtanítják elhagyni például pelenkát, verseket, dalokat tanulnak ki a maga szintjén, és ez egy jó időbe beletellett, de most már hála Istennek sorban állás van érte, és van kinek dolgozni, van kiért dolgozni. A tegnapi nap folyamán megkezdődött a bölcsödének a fejlesztése, első lépcsőben lerakták az új épület szárnynak az alapkövét, a mai nap folyamán pedig már a mögöttem látható kamion meghozta az építőanyagokat is. A tényleges munkálatok a hétfői napon fognak elkezdődni az alapásással, és remélhetőleg egy új korszerű, mindenki igényt kielégítő épület része lesz gazdagabb a Bodrog köz kincseiből. Mögöttem látható, ahogy megérkezett a következő jármű is, a Daru, a rakodógép, amelyik lassan elkezdi majd a kamionról lepakolni az építőanyagokat.
itt a könyvtár mögötti parkolónál fogják deponálni